A Forfordance és többek között népzenészekből álló szakmai csapata 2016 őszén járt Norvégiában. Ezek a fotók ott készültek. Partnerükkel közösen egy színpadi produkciót is bemutattak Norvégiában és Nyíregyházán is. A nagy sikerű kortárs táncművészeti produkciót már vissza is hívták Oszlóba, valamint egy skandináv turnét is szeretnének az előadásnak, hangzott el a Tánckluzív projekt tájékoztatóján. A nyíregyházi táncosok arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy népszerűsítsék a magyar néptáncot. Kint Norvégiában, Trondheimbe iskolákba több képzést tartottunk, ahol a magyar tánckultúra, a Kárpát-medence tánckultúra részeiből mutattunk be, mind elméleti, mind gyakorlati képzéseket tartottunk, és nagyon jó volt látni, hogy az ottani gyerekek, akiknek van norvég tánckultúra, de egy lényegesen egyszerűbb motivikából összerakott kultúra, nagyon szívesen vették, és nagy örömmel táncolták. És nagyon fontosnak tartottuk a tanítások alatt az élményszerű tanítást, hogy röviden, tömören, de valamilyen élményt és valamilyen érzést kapjanak a Kárpát-medence tánckultúrájából. A tájékoztatón a Tánckluzív projekt menedzsere azt mondta, sikeresen zárult a projekt, ezért továbbra is arra koncentrálnak, hogy a táncművészet és táncpedagógia egyszerre érvényesülhessen. A támogató részéről, az EGT alap és a Norvég alapnak a finanszírozó részéről már kaptunk arra ígérvényt, hogy lesz egy kisebb forrás, amiben a következő projekteknek a megalapozását tudjuk elvégezni. Erre nyitott volt a norvég fél is, tehát úgy gondolom, hogy elkészülhet egy olyan hosszabb távú, közép-hosszú távú stratégia pár évre előre nézve, ami közös rendezvényeket, közös fesztiválokat tud megalapozni, illetve ezt az oktatási és az ifjúság felé nyitottabb közeget megteremteni, és hát várjuk az új kiírást, amiben pedig akkor egy a mostaninál picivel nagyobb szelettel el tudunk indulni egy új projekttel. A nyíregyházi táncegyüttes nem csak pályázati, hanem szakmai téren is erősít, új zenékkel és jelmezekkel, valamint új koreográfiával indítják a 2017-es évet, több nagyvárosban terveznek fellépéseket, jelenleg Isztambullal és Barcelonával is tárgyalnak.